Sziasztok! A következő részekben egy újabb Aruba terméket mutatunk be nektek, mégpedig az Instantot. Na de ki is, mi is az Aruba? Azt tudjuk, hogy az egyik legismertebb high-end wifi termékgyártó, de mit kell még róla tudni? 2002-ben alapították az Arubát. Ez azért is egy érdekes szám, mert 2003-ban véglegesítették az első wifi szabványt. Tehát az látható, hogy ők viszonylag korán benne voltak a bizniszbe. És ettől a 2002-es indulásuktól kezdve nagyon mélyen építették magát a Wi-Fi-t is. Érdemes tudni róluk, hogy a mai napig nem egy mérnökük a Wi-Fi Alliance-ben dolgozik, és magukért a szabványok kialakításáért, az újabb és újabb szabványok kialakításáért is felelősek. Ez persze elmondható más nagyobb gyártókról is, mint a Cisco vagy Rokus, de itt már ezért érdekes, hogy egy Arubánál ez benne van. Na és lássuk, hogy tulajdonképpen hogyan mentek tovább. 2008-ban például felvásároltak az Airwave Wireless nevű céget, és hogy nem, a mai napig a management szoftverüknek, a hardveres kontrollernek ez a neve. Megyünk tovább az időben. 2013-ban felvásárolják a Meridiant, ami szintén a mai napig a lokáció analitikai engine-jük. Tudjátok, amivel meg lehet határozni a Wi-Fi klienseknek a pontos helyzetét általában beltéren. És a következő fontos mérföldkő az 2015, amikor a HP felvásárolja az Arubát, ezzel tulajdonképpen egy érdekes konkurenciát állítva az a Cisco-nak, mégpedig azt, hogy vezetékes, vezeték nélküli és szerver oldalon is tulajdonképpen támadásba tudnak lendülni. A felvásárlások sora nem ér véget ezzel, 2018-ban a Cape Networks-ot vásárolják föl, ami azért a Wi-Fi szenzorért felelős, amit egy korábbi adásunkban már bemutattunk. Hát akkor láttuk, hogy sok-sok professzionális gyártóból és cégből épült össze ez a cég, és ki a célközönség? Hát a célközönség kezdetben az Enterprise világ volt, hogyha ez valakinek nem mond túl sokat, akkor azt kell tudni, az Enterprise világ elsősorban azt jelenti, hogy a nagy multicégek rengeteg telephelyjel és országokon átívelő működéssel, operációval elég speciális igényt állítanak a hálózati beszállítójuk felé, mert olyan igényeket kell megugrani, olyan technikát kell alkalmazni, amiért egy kisebb, közepes gyártó általában nem tud felelősséget vállalni megfelelően. Ezekről majd később esetleg bővebben beszélünk, hogy mégis mi az, ami részletesen, de azért egy-két érdekességet bele lehet tenni. Például ilyen a SD van, arról esetleg mondanál pár szót, Geri? Hát ugye az SD van nagy vonalban összefoglalva, hogy telephelyekre leteszünk egy SD van képes eszközt, hívjuk routernek, de ez inkább egy speciális eszköz. Több internetbetápot bele tudunk ebbe csatlakoztatni, és a telephelyinket összeköti, mondjuk egy, úgy hívjuk úgy, egy VPN megoldást hoz létre. Úgyhogy több betáp, akár 2-3 tartalék, és mindezt igazából a nagy történet ebbe az, hogy nem kell hozzá több száz soros config fájlokat írni, mert ugye ezt nagyon sok eszköz meg tudja csinálni, de az Arubának az SD van eszközeivel az a jó, hogy ezt összeklikkelgetjük, és így kvázi elfelejtjük, hogy van, és teszi a dolgát, és működik. Hát igen, és ezek mellett azért az is elmondható, hogy egy kicsit árnyaljuk a képet, hogy például meg tudunk olyanokat is csinálni, ugyanéz a kattingatásos módszerrel, hogy mondjuk a három van nunkból, az egyik kettő megy ki a nem kritikus fontosságú adatkapcsolat, lásd mondjuk a felhasználók Facebookozása, vagy bármi egyéb, egy másik vanra tereljük a telephelyek közötti belső hálózatunk kiterjesztésének a forgalmát, és akkor van még mondjuk egy backup vanunk, amin pedig akár mindkettő ráterelődik bizonyos esetekben, tehát hogy egy elég speciális működést lehet elérni. Tehát priorizál, amelyik kiesik, átveszi a szerepét másik, vagy éppen nem veszi át a szerepét másik. Igen. Attól függ, hogy ezt hogyan kértük a rendszertől. Ja. És mi van még? Például itt van nekünk a ClearPass. A pár szóval kéne jellemeznem, akkor jogosultság és hozzáférés menedzsment, de azért ennél egy kicsit sokkal több a történet. Ugye ez egy ilyen több ezer useres hálózatra felhúzható jogosultságkezelés egyszerű felületen. Például tudunk vele önöket csinálni, csak egy egyszerű példa, egy irodaházas környezet, szórunk egy nyílt wifi hálózatot, megjön a vendég, akár időpontra, vagy beesik az ajtón, saját maga beregisztrálhatja magát egy ilyen vendég regisztrálós hálózaton, vagy egy ilyen kioszkot kiteszünk neki, és ott kitölthetjük vele a nevét, telefonszámát, személyigazolvány számát, amit nem sajnálunk,
Majd mondjuk oda blattyog a recepciós, az a recepciós látja esetleg a naptárfoglalásokat, látja, hogy jött egy ilyen valaki, és egy gomnyomással engedi ennek a felhasználónak hozzáférést a hálózathoz. Igen. És ezt megmondhatjuk, hogy az időkorlátos legyen, vagy ha manuálisan vonjuk vissza. Azért ez egy elég jó összetett rendszer, és egy egész könnyen kezelhető rendszer. Igen. Ilyen, ehhez tartozik például a ClearPass felel azért is, hogy teszem azt, ha mondjuk egy adott kliens berendezésen nem a megfelelő verziószámú valamilyen szoftver fut, ami mondjuk veszélyt jelentene a mi Enterprise hálózatunkra, akkor tulajdonképpen fogja magát a ClearPass, és nem engedi föl a klienst, és küld neki egy push üzenetet, hogy bocsi, de frissítsd az adott szoftveredet, mert sebezhetőség található benne, és addig nem engedlek föl a hálózatra, amíg ez nem történik meg. Tehát láthatjátok, hogy azért ez egy magasabb szint, és ahhoz, hogy óriási vállalatokat üzemeltessen az IT részleg, ahhoz igenis ilyen feature-ök kellenek, hogy később ne kelljen annyi tüzet oltani, hanem tényleg egy könnyen kezelhető hálózat maradjon a méretének az extrém módon növelése ellenére. Illetve egy nagyon nagy terhet levesz az IT, illetve az üzemeltetés válláról. Így van. Na de térjünk rá a Wi-Fi cuccokra. Jó. Hogy is vagyunk? Három fő termékvonal van, illetve típusnak mondhatjuk. Ugye van a hardveres fizikai telepített kontrolleres rendszer, ez a teteje. Van az Instanton, amiről már láthattatok bemutató részt itt a csatornán, illetve amiről most fogunk foglalkozni, az pedig az Instant, itt látható az egyik AP hozzá. Még egy szót hozzátennék, cloud alapú kontroller is elérhető, ez a Geri által említett hardveres kontrollerhez áll a legközelebb, tehát ez a legfelső szintje, középen van ugye az Instant, és a legalja az Instant On. Vágjunk bele! Tehát a termék, Wi-Fi access pointok, kérlek foglald össze részben, hogy mégis mikről érdemes manapság beszélni, ha Aruba Wi-Fi-ről beszélünk. Hogyha Arubával tervezünk, illetve Arubával számolunk, két fő családot érdemes megkülönböztetni. Az egyik a 300-as széria, meg a másik az 500-as széria. A 300-as széria az AC képességű. Wave 2 access pointok. Az 500-as széria pedig már az AX-et, tehát a Wi-Fi 6-os szabályt is ismerő access pointok. Mindegyik családban van négy fő termék, és azért mondom, hogy négy fő termék, mert elindulunk számozásba, például a 300-asnál a 305, a 315, a 335, illetve a 345, és ezek megjelenése után idővel egy kicsit később jelent meg a 303-as, ami a mondjuk azt, hogy a leglókosztosabb, de még nagyon professzionális AP. Az 500-as sorozatban most a négy fő modell található, de már érkezik az 503-as, ami a 303-hoz hasonlóan egy ilyen low-costos termék lesz, de AX-et tudó termék lesz itt a kínálatban. És igazából így nagyjából ennyi. Tehát ezekből tudunk építkezni. Itt közben láthattátok a különbségeket, a főbb különbségeket. Rádiók számában, meg chainek számában különböznek lényegében, meg LAN-portokban, meg CPU-ban, azért memóriában, tehát a belső kiépítése is más egyik másiknak. Így van, de ami nagyon fontos, hogy ezek mindegyike már, tehát mind a 300-as, mind az 500-as széria, az Unified AP, ami az Arubánál annyit tesz, hogy mind a hardveres kontrollerhez, mind a cloud alapú kontrollerhez, valamint instant módban is tudnak működni, tehát ugyanazt a hardvert veszünk meg, és aztán eldöntjük, hogy éppen mit csinálunk. Ez akkor érdekes igazán, hogyha mondjuk instant módban indítjuk a hálózatunk építését, majd amikor kitaláljuk, hogy nekünk még újabb feature-ök kellnek, amit az instant esetleg már nem tud, de a kontrolleres mondjuk képes rá. Vagy megnőtt akkorára a hálózatunk, így hogy van. Már a darabszám igényli ezt. Így van, akkor egyszerűen a Unified AP az képes átállni a másik működési metódusba. Ez régen nem így volt, az Aruba ezt megoldotta, ennek örülünk. Igen. Amúgy egy 515-öst, illetve kettő 515-öst láttak itt a kezünkben, tehát így méreteiben egy ilyen kis barátságos, könnyű termék. Igen. De erről már mutattál egyszer így egy van, videót, ha nagyon fontos. Az előző AX-es AP-kat felülelő adásunkat keressétek vissza, benne lesz a linkje. Ott egészen az 505-öst is megmutatom, ami konkrétan nagyobb, mint a fejem. Tehát, hogy ekkora nagy... 555-öst? Bocsánat, 555-ös, így van. Ott az 515-től indulunk, és akkor több AP-t ott részletezgetjük a
a rádióbeli különbségeket is. Na, és mit kell tudni az instantról? Tehát mi ez az instant mód, amiről most lényegében ez az egész videó szólni fog? Az instant igazából egy különálló kontrollermentes hálózat. Maguk az AP-k végzik a vezérlést, azaz egy darab AP kiválasztásra kerül a hálózatunkban. Ő lesz úgynevezett master AP vagy mester AP. Ő lesz maga a kontroller. Ami nagyon nagy különbség a kontrolleres és az instant között, hogy az instant az teljesen licenszmentes, tehát megvesszük az AP-t, felszereljük, bekonfiguráljuk, és az idők végezetéig működik. Így van, és nem kell havidíjat fizetni érte, amihez nem mondható el a kontrolleres meg cloud alapú verziókról. Igen, igen. A kontrolleresnél jön a support díj, meg ilyen díj, meg olyan éves díj, de hát ugye értelemszerűen ott sokkal több szolgáltatást is kapunk, mint egy instantnál. És ami még nagyon fontos, hogy 5 év gar jár minden ilyen üzemű AP-hoz is, ez a szolgáltatás már hozzá van csomagolva alapból, méghozzá Next Business Day csere. De nem ám sima 5 év, hanem a termék megszűnése után plusz 5 év. És Next Business Day Shipment, tehát a hiba feltárás bejelentés után másnap indítják feléd a szállítmányt, ha esetleg meghibásodna egy AP-d. Igen. Jó! Szétszedjük ezt is? Szedjük szét ezt is? Na, hogy szedjük szét ezt is. Mit is készítettek nekünk az Aruba mérnököt? A fedlapot levéve kapunk egy ilyen fém grillplatnit, 4 darab antennával, ez azért még itt eléggé rejtegeti. Ami, bár csak mondjuk is el azért, hogy a alsó, ez a 2-4-es, a fehér és a szürke antennával, kábellel. Így van. Bekötött, és a másik 2 értelemszerűen pedig az 5 gigahertzes. Nem, 4 darab, mind a 4 5 gigás, hiszen 4x4-et tud 5 gigán, és 2x2-t 2 gigán, 2. Túlélte. Itt mindent elrejtettek a kíváncsi szemek elől. Minden rádió rendesen megkapta a maga kis árnyékolását. Így van, önálló árnyékolását, tehát nem egy nagy egybefüggő, hanem szépen kis különálló kalickákban ott vannak a különálló rádiók. Van egy Ethernet vezérlőnk. Így van. Rendes kondik vannak benne. Profi összeszerelés, profi alkatrészek, és az antenna bármennyire, úgymond, hát mondjuk ki gyermetegnek tűnhet, azért a tesztek alatt az kijött, hogy nagyon jó lefedettséget és nagyon jó jelszinteket tud produkálni ezzel az egyszerű, ránézésre egyszerű antennával. Na, van itt még olyan AP, amit nem szedtünk szét. Van ám. Ha még valamit esetleg nézegetni kell. Na de hát akkor láttuk belülről, meg tudunk némi infót a hátterükről. Mit ad nekünk az Aruba? Instant. Hát ugye az Aruba Instant, mint már mondtuk, ugye a szoftveres vezérlést adja. Azt kell róla tudni, hogy switcheket és egyéb hálózati eszközöket nem kezel. Léteznek Aruba switchek, amiket a gyártó ajánl az Aruba AP-khoz, viszont azokat önállóan kell kezelnünk, konfigurálnunk. Maga az Aruba Instant csak a Wi-Fi konfigurálást teszi lehetővé. Igen, ez már a rendes kontrolleres rendszer kéne, hogyha egybe akarjuk varázsolni az ügyeket. Beszéltünk már arról, hogy mikor kell, vagy mikor jó átváltani instantról kontrolleresre, ugye darabszámokról és miről. Elmondhatjuk, hogy 128 darab AP-ig tud jól működni az instant, mint rendszer. A gyártói ajánlás alapján, igen. De már láttunk 160 AP-s. Igen, 160 AP-s. Igen, tehát ez nem egy hardveres korlát, tehát nincs beleégetve a szoftverbe, hogy ennyi. Egyszerűen ennyi az ajánlott. Természetesen 128 AP-t azt azért nem a 303-as AP-k fogja levezérelni. Tehát ilyen esetben, hogyha ilyen 100 fölé akarunk menni AP-kkal, azért akár egy darab combosabb AP-t be kell tenni a rendszerbe. Sőt. Egy közepes rendszerben is már a közepes AP-kat legalább be kéne rakni egyet. Amit még ad nekünk, egyszerűséget, vegyíthető teljesen a hálózat. Értem azt úgy, hogy vegyesen lehet a 300-as sorozatból különbözők, az 500-asból különbözők egy azon hálózaton belül. Egy a lényeg, firmware verziónak egyeznie kell az összes AP-n. Viszont ezt hál' Istennek megoldja nekünk. Úgymond automatikusan a Master AP gondoskodik arról is, hogy minden egyes elemének, tagjának a hálózatnak jó firmware verziója legyen. Manuálisan is be tudunk avatkozni, de automatán is megcsináljuk, ha nem szólunk bele. Mit tud még?
Facebook loginos történet. Igen, hát értelemszerűen a corporate hálózat, meg a guest hálózat ilyeneket értelemszerűen tud. Ja, hát persze az ilyen alap dolgokat tudja, Facebook logint is tud. Igen. Van benne IPS, IDS, illetve tartalomszűrés. Az már egy nagyon érdekes dolog, és ez főleg azért érdekes, mert ugye ehhez nem kell kontroller. Általában az szokott lenni, hogy IPS, IDS az úgy tud megvalósulni, hogy kell egy kontroller, aki ezt elvégzi, amin az egész forgalmat áteresztjük, és majd ő megvizsgálgatja az adott csomagokat, hogy mi, hogy, merre és mit szabad, mit nem. De itt nem ez történik, mert nem, hogy... Itt maguk az AP-k végzik ezt a vizsgálatot, és már azért terheléselosztás van, hiszen minden AP azokat a forgalmat elemzi, amit az ő kliensei hajt végre. Uh-huh. Hogyha van egy 10 AP-s hálózatom, mondok, amit 100 klienssel, és azok egyenlően vannak elosztva, akkor AP-nként 10 kliens forgalmát kell csak elemezni egy AP-nak. És nem kell bele Xeon processzor, hanem amivel gyártják CPU, ez bőven le tudja kezelni. És nem az történik, hogy egy, nem tudom, másfél gigabitnyi forgalmat kell egy ilyen kis AP-nak vizsgálnia, vagy egy külön dedikált hardware-nek, hanem ugye az elosztás függvényében ez a terhelés is eloszlik. Okos. Igen. És hát ugye egy csomó-csomó más egyéb funkciót, amit hogyha most kiemelnénk, akkor szerintem ez az epizód is legalább 2,5 órás lenne, és akkor még csak az első fejezetnél tartanánk. Igen. Jó. Akkor ennyit az Instantról Dióhéjban. Ebbe az adásba ennyi fért. A következőben kitérünk a tapasztalatokra, mert hogy ezt az Aruba rendszert mi is telepítettük itt házon belül. Teszteket is végeztünk, és a végén húzunk egy konklúziót. Addig is sziasztok, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ne felejtsetek el feliratkozni és csengőgombot nyomni. Peace!